Újabb Moson-Magyaróvári értékek kerültek bele a megyeri kumok közé. A Győr-Moson-Sopron megyei értéktár bizottsága közelmúltban tartott ülésén több beérkezett javaslatról döntött, amelyek közül 14 új értékbe is került a megyei értéktár tagjai közé. A Moson-Magyaróvári gyásztér vagy 56-os tér bekerült mind a települési értéktárba, mind a megyei értéktárba. Ez mutatja azt, hogy rendkívül fontos a város számára, és kicsit eltérően az eddigi értékektől, amik korábban bekerültek mondjuk az óvári sajtok vagy a szigetközi víz, ami kézzelfogható dolog és inkább ugye a gasztronómiába jelentős. Ez az emlékünk, ez a város identitáspontjai között kiemelkedő helyen szerepel, és mi úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy a települési értéktárba is bekerüljön, hisz egyébként éppen a 60. évforduló kapcsán rengeteg megemlékezés lesz, és nagyon fontos az, hogy ennek az emlékét folyamatosan őrizzük. A megyeri kumok közé ma már nem csak tárgyak, illetve épített örökségek kerülhetnek bele. Ugyanúgy ott van az értéktár tagjai között dr. Timafi László életműve, vagy ismertebb hagyományőrző néptánc együttesek is. Az 56-os gyásztérhez kötött eszmei érték teszik igazán különlegessé a bekerülést. Moson-Magyaróvár 1945 után egy szürke iparváros lett, és tulajdonképpen maradt is 1990-ig ugye a trianoni határok megváltozása miatt, és ami kiemelte ebből a sorból a mártírvárosság az 1956-os szörnyű események, és tulajdonképpen a rendszerváltoztatás 1989-ben Moson-Magyaróváron az 56-os eseményeknek a feltárásával, az igazság követelésével, az esemény a kommunizmus részéről beismerés, vagy itt igenis a tömegbe ültek, tehát a város identitásának, a modern kori, tehát a 20. század identitásának talán legfontosabb, még a fájó pontja is ez az október 23. Az áprilisi ülés után a megyei értéktár 77 tagúra bővült.